1990 után a három trianoni utód államból, tehát csehszlovák, szocialista köztársaság, jugoszláv, szocialista, stb. És Románia, szintén szocialista köztársaság, csak mi voltunk népköztársaság, háromból kettő fölbomlott. Nem azért, mert mi a magyar külügy dolgozott rajta, hanem mert különböző okok miatt az ottani csehek és szlovákok megunták egymást, ellentétek voltak gazdasági fejlődésben, etnikai, vallási kérdésekben. Jugoszláviában pedig egyértelműen a horvátok, szlovének létre akarták hozni, egy idő után a bosnyákok is, és létre is hozták a független országokat. A három trianoni utódállamból kettő fölbomlott. Olyan történelmi lehetőségek keletkeztek 1991-92-ben, hogy a magyar kormányok pedig nem csináltak semmit, konkrétan az Antal kormány és Horn Gyula kormánya. Amikor most főleg a szerb dolgokról szeretnék egy pár mondatot mondani, amikor a horvátok Tudjman tábornok, ugye Tito utoljára őt nevezte ki, mint horvát tisztet, horvát nemzetiségű ezredest tábornokká. Tudjman tábornok, aki az első horvát államelnök lett, kikiáltotta a független Horvátország létrejöttét, akkor a szerb nevét mondom, Jugoszlovenska Narodna Armia, a jugoszláv néphadsereg frontális támadást intézett. Ott volt Szlovénia is, a 9 napos háború, de hát a szlovénok nagyon messze voltak, és horvátok meg ott voltak eszéknél, mert ott volt Horvátország, vagy a szerb-horvát határ, és a JNA, tehát az a jugoszláv néphadsereg megtámadta Horvátországot, és úgy támadták meg, hogy délről egy nagy, tehát a Dalmácia irányából egy nagy átkaroló hadművelettel délről akartak Fiume térségéből föl északra hatolni. Emögött fölismerhető az a szándék, itt nem csak katonai, stratégiai, taktikai ügyek, hanem hogy a turista központ a Dalmácia, ami óriási milliárd dollárokat hoz most is, most euró milliárdokat Horvátországnak, Szerbiához kerüljön, bármi történjen, és ekkor elindult a horvát 91-től 95-ig. Ez olyan hosszú volt, mint a majdnem, mint az első világháború, a horvát nagy honvédő háború. És végül is a Vihar nevű Oluja horvát nyelven hadművelettel 95 tavaszán nyarán a horvátok legyőzték gyakorlatilag a szerbeket, és megteremtették a függetlenségüket. Azonban voltak olyan pillanatok, például 91-ben, 92-ben, a háború elején, amikor úgy néz ki, hogy Horvátország elbukik. Ekkor volt az a bizonyos Kalasnyikov ügy. Ezt hárman intéztük, három politikai államtitkár, miniszterhelyettes, a katonai részét, a két kamion megpakolását Kalasnyikovokkal, meg nem tudom hány 10 millió 762 milliméter kaliberű lőszerrel, ezt én intéztem, és végül is az a helyzet, hogy ekkor horvátok azt képzelték, hogy horvát-magyar szövetségben ők visszaveszik eszéket és környékét, mi pedig visszavesszük Újvidéke és Szabadka közötti területet. Ez történelmi lehetőség volt. Azt én nem minősítem most, hogy ez helyes volt, vagy helytelen, és mit okozott volna a horvát-szerb, illetve a horvát-magyar kapcsolatok körében, bár könnyű elképzelni, mert a horvát-szerb kapcsolatok most is paprikásak, és állandóan élére állított helyzetek vannak a sportmeccs focipályán, a kézilabda pályán, a kosárlabda pályán, és a diplomáciában is nagyon súlyos dolgok vannak, még most is. És volt még itt egy lehetőség 1999-ben, amikor már a kicsi Jugoszlávia van, de Koszovó még a régi monarchia idején úgy volt, hogy Koszovó Metohija, ugye, törökös elnevezéssel, sőt, török elnevezése. A helyzet az, hogy 91 végén nekem
Tiranában azt mondta az akkori albán államelnök, ott négyen beszélgettünk, vagy öten, az albán államelnök, az albán miniszterelnök, az albán nagyvezérkar főnöke, egy magyar tábornok meg én, mint a magyar delegáció vezetője, és este a fogadáson, mindig a bizalmas dolgok a fogadásokon, pezsgővel a kézbe dőlnek el, azt mondta az albán államelnök, hogy szóval fiatalember, tehát nem excellenciás uram, hanem magánra fogta a dolgot, nincs diplomácia jelentősége. Ez azt jelenti, fiatalember azt mondja, tessék megnézni Koszovót, ott 96%-ban, valószínűleg csak 92, 96%-ban mi vagyunk többségben, előbb-utóbb visszaszerezzük Koszovót, és Albániához fog csatlakozni. Még most is több éj, ha több mint 32-33 év elmúlt, és még most is megy ott a politikai katonai balhé, bocsánat a kifejezésért. Na most a helyzet az, hogy ugyanakkor Koszovó Szerbiához tartozott. Majdnem azt mondtam, hogy szerb megszállás alatt volt, Szerbiához tartozott, és egyre élesedt a helyzet. A szerbek a maguk akkoriban brutális szerb történelme, ez jellemző, hogy az ellenséget nem hadifogságba ejtik, hanem megölik. Ugye a Srebrenica, csak egy szót mondok, Srebrenica, 8000 kamasz gyereket tarkon lőni, azért mert bostják, bocsánatot kérek, azért ez népírtás, de durván. És most nem részletezem a nemzetközi nagypolitikát, végül is a NATO de facto az Egyesült Államok úgy döntött, hogy Jugoszláviát katonailag megtámadja. Hát ugye ez ritka dolog azért Európában. Most mióta két éve zajlik az amerikai-orosz háború Ukrajna területén, azóta ezt már kvázi természetesnek vesszük, bár a kormányzat békepolitikával nagyon egyetértek, mert a normális ember a békét akarja. És hát ugye Szerbiával határos Magyarország. És az a döntés született a NATO haderő tervezési, hadműveleti megfelelő helyein, ugye akkor még a 99-ben, ha jól emlékszem, még nem az amerikai 5. hadtest, hanem egy magasabb egység, az 5. amerikai hadsereg állomásodott zömmel Németországban, meg különböző helyeken, és az volt a terv, hogy először a katonailag az teljesen normális, amennyire normális lehet a háború, lebombázzák a szerb stratégiai létesítményeket, tehát a fegyverraktárakat, laktanyákat, hidakat, utakat, autópálya, hát az nem sok volt, a útkereszteződéseket, hogy a ugye katonai közlekedést gátolják, stb. És utána, és itt jön a nagy titok, Magyarország területéről, erről most Orbán Viktor miniszterelnök egy pár hónappal ezelőtt nyilatkozott, volt hozzá bátorsága, hogy nyilatkozott. Valóban így volt, hogy amerikai, én két részletet elmondok, mert én az akkori vezérkari főnök egyik helyettesétől a részletekről hát tudomást szereztem. Tehát az a helyzet, hogy az 5. hadseregnél lévő Európában állomásozó amerikai Bradley alakulatok. Hát ez a Bradley, ez egy gyalogos harcjár, szállító harcjármű, egy erősebb géppuskával. Én vezettem ilyent egy amerikai Bradley bázison. Olyan sebváltója volt, mint az autómnak. Tehát egy ilyen gyors, tehát egy igazi modern fegyver volt akkor. Mm. Most már elavult, nem vehetne, hogy az ukránok ezt kapják, zárójel bezárva. Tehát, hogy a Bradley csapatok felsorakoznak Pécs-Szeged térségében valahol, ez nem tudom, hogy hol, nem mondták, és onnan meg támadják szárazföldi hadművelettel. Tehát légi megsemmisítés, kettő szárazföldi hadművelet. Na most itt az egészből engem az érdekel, hogy Magyarországot ez háborúba sodorta volna, mint a NATO tagállamot. Kettő, volt a magyar lehetőség. Mert a kormány két lehetőség előtt állt. Vagy azt mondja, hogy köszönelem, a miniszterelnök ezt mondta, nem estek el magyar fiúk. Tehát miért kellett volna magyar fiúk keressenek? A Bradleybe feketék, fehérek, amerikai legények ültek, és sajnos, ne adja Isten, de ők haltak volna meg Koszovóért, illetve pontosabban az amerikai balkáni behatolásért, mert ennek van nagy politikai része, mert ha Amerika nem megy be oda, akkor bemennek az oroszok.
Bizony. Bemennek az oroszok. Tehát most erről a nagy politikai részéről nincs idő, hogy beszéljek, tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, de például választhatta volna, és ez nem a kormány, ez az én álláspontom, választhatta volna az akkori magyar miniszterelnök azt, hogy azt mondják, hogy menjenek be a Bradley-k, az amerikai hadsereg, a US Army, ugye ez a szárazföldi haderő amerikai elnevezése, US Navy, a haditengerészet, stb., és utána mi bemegyünk oda békefenntartóként. Bemegyünk békefenntartóként. Csak hogy zárójelben mondom, ad abszurdum eljátszok a gondolattal, hogy 968 Szent István napján, amikor az ötök bevonultak a Varsói Szerződés, és leverték a csehszlovák antikommunista lázadást, ahogy ők mondták, oda bementünk egy több osztálytársam, most nem mondom a nevüket a fiúknak, részt vettek ebbe, tudom, ott az ottani hangulat, itt van a fejemben, mert elmesélték nekem, hogy békefenntartóként ott maradhattak volna Kádárék. Például a magyar laktasávban nagyon komoly történelmi lehetőség volt. És 99-ben, amikor volt Jugoszlávia bombázása, az több lett volna, mint bombázás, mert a szárazföldi csapatokkal bemehetett volna az Egyesült Államok hadserege, és ha oda bemegyünk békefenntartóként, akkor ki tudja, hogy diplomáciai síkon mit lehetett volna az amerikaiakkal elintézni. Mert az USA-nak teljesen, de teljesen mindegy, hogy Szabadka most Magyarországhoz, vagy Szuboticaként Szerbiához tartozik, amerikai befolyás legyen. Ez hát a lényeg NATO számukra. Lett volna mondjuk és NATO terület egy. Lehetett volna. Egyébként most Kárpátalja kapcsán is ez az álláspontom, hogy amennyiben Magyarország most a Kárpátalját visszakapná, visszavenné, abban az esetben a NATO határai nyugatra, a Kárpátok gerincéig elmennének. És ha a lengyelek bevonulnának Lvivba, ahogy ők mondják, Lvivet, ukránok Lvivnek mondják, Lemberg. A régi Lemberget, a monarchia beli Lemberget, akkor a NATO határai sokkal több száz kilométerrel közelebb kerülnének Oroszország határaihoz. Tehát ez egy komoly ér a területi revízió mellett. Csak nem hallom, hogy politikusok ezt elmondják, de lehet, hogy elmondják, csak ezek a dolgok ezek nem a nagy nyilvánosság előtt zajlanak, főleg nem egy választási kampányban.